Áldás békesség! Isten igét olvasom, Ézsaiás könyve 32. részéből, a 15-től a 18. versig. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Békés hajlikban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyen, gondtalan nyugalomban. Kedves testvérek, a próféta üzenete az Istennel megbékélt népnek nagyon szívmelengető, békét, biztonságot és nyugalmat ígér. És nagyon könnyen azt gondolhatnánk, hogy hát persze, ezt akarták hallani. Ezek emberi vágyak csupán. De itt nem erről van szó. Ez Isten igéje, ez Isten kijelentett igazsága. Ezt ígéri Isten az ő népének, a hozzáfordulóknak, s nekünk, Isten ma élő népének is reménység ez. Isten nagy története, amit a Szentírásban leír előttünk, úgy végződik, hogy az új teremtésben ez a biztonság és béke mindazoké lesz, akiknek részük lesz ebben. Mindazoké, akik Krisztusban hisznek. Így ezen a mai napon is lehetőségünk van ebbe belépni, hogyha még ezt nem tetted, akkor fogadd el hittel Krisztus érted hozott áldozatát. Mert ez a béke és biztonság az Isten népének az örök nyugalma, az új teremtésben, ami felé tartunk. Hiszed-e ezt? Már Isten népe ennek a valóságában él, mindaközben még nem érte ezt el. Egyszerre küzdjük a küzdelmeket és reménykedünk az örök valódi reménység felől. Ezen a mai napon Isten újítsa és erősítse meg bennünk ezt a valódi reménységet. És kiáltsunk, áradj ránk lélek! Szükségünk van a te jelenlétedre, szükségünk van arra, hogy megújítsd a mi élő reménységünket. Amen. Imádkozzunk. Drága Szentlélek, jöjj és áradj ki közöttünk. Eleveníts meg bennünket, tölts el élettel. Kérünk a te népedért, kérünk református népedért szerte a világon. De könyörgünk minden testvérünkért, akik beléd vetik a bizalmukat, hogy újíts meg minket, hogy szabadíts meg minket minden reménytelenségtől, sötétségtől, minden hazugságtól, és munkáld az élő reménységet. Köszönjük azt az országot, amit elkészítettél nekünk, add, hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy előttünk legyen a cél. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg.